Sziasztok! Még soha nem ültem le egy varrógép elé, de ezt ma nem fogom megúszni, mert a férfi szabó mesterséget mutatom meg nektek, és a tervek szerint készítünk nekem egy mellényt. Tartsatok velem! Nagymamám az nagyon szerette volna, hogyha én férfi szabó leszek. Soha nem tudta megmagyarázni, hogy miért szeretné ezt, de valamiért ő így azt gondolta, hogy nekem ez lenne jó. Téged mi motivált ebben? A kreativitás, hogy az anyaggal való foglalkozás? Mi motivált abban, hogy ezt választod? Alkotási vágy az igen, kreativitás az is benne van ebben a szakmában, és hát ami nagyon szép része, az az, hogy szobrászkodhatunk gyakorlatilag. Ugye minden ember más, nem szimmetrikus, és ugye meg kell figyelnünk a testalkatot, hogy tudunk egy olyan végeredményt létrehozni, ami talán hosszú távon jól használható. És a 30 év alatt mennyiben változott a szakma? Tehát, hogy... Hát ez évről évre változik. Próbálunk fejleszteni, új dolgokat belevinni a szakmába, bekapcsolódni az informatikával is egy kicsit. Én azt gondoltam, hogy van az anyag, van varrógép, méretvétel és olló, és akkor egyszer csak így összeáll. Hogy jön hozzá a számítógép és az informatika? Igen, így kezdődik az egész, hogy van egy olló, van egy szabászasztal, van egy varrógép, meg egy vasaló. Ezzel el lehet indulni ebbe a szakmába. Jönnek be az új szövetek, amik egyre vékonyabbak, egyre finomabb kidolgozást igényelnek, ehhez egyre finomabb gépek szükségesek. Egyre finomabb kézi munka szükséges, és hát most már a gépekre is felszerelték a kis számítógépeket, a varrógépekre is. Tehát ezeken a varrógépeken is itt már számítógép igen. Van rá? Hát egy kis digitális rendszer van rajtuk, igen. Látok itt próbababát, csomó varrógépet, a régi idők varrógépe is itt vannak. Az is, igen. Az inkább kiállítási darab. Ez már kiállítási darab. Mik az első lépések egy öltöny elkészítésében? Hát legelőször szemügyre vesszük a megrendelőt. Aki most én leszek. Csinos fiatalember vagy. Köszönöm szépen. Akinek majd egy picit ki kell emelni a vállát, hogy egy erősebb karcsúsítást tudjunk végrehajtani. Hát túl rövid zakót nem javasolnék, mert akkor nagyon megnyújtaná a lábaidat. És hogyha mondjuk én egy teltebb srác lennék, akkor arra másfajta öltönyt kellene készíteni? Természetesen van. Hát megrendelőm, aki azt mondta, hogy inkább szabóhoz jár, mint konditerember. Igen, van ilyen, van ilyen megoldás, igen. Akkor szerintem kezdjük el a méretvételt, mit szólsz hozzá. Rendben. Gyere, megmutatom a szalont. Asztal. Hogyha én bejövök, mint ügyfél, akkor ide érkezem meg hozzátok, ahol ti szemrevételeztek engem, ahogy azt elmondtad. Igen. És akkor itt történik meg első körben az, hogy anyagot fogunk majd választani. Közben megfigyelem az irattestalkatodat, nyilván nem fogom kommunikálni feléd. És miért jobb, ha egy öltönyt egy szabóságban készítetek kvázi magamra, nem pedig egy konfekciót vásárolok meg magamnak? Hát ha rád van szabva, és ez a ruha tényleg jól illeszkedik, és kényelmes viselet, akkor ez egy nagyon jó magabiztosságot ad. Jobban kihasználható lesz, strapabíróbb lesz, és időtállóbb lesz. És arról nem beszélve, hogy hajtást hagyunk benne. És ja, később, ha esetleg növekedés történik, pocakosodna az ember, akkor van lehet korrigálni, igen, egy 10-15 kilóig. És mit fogunk nekem készíteni? Hát talán egy pici mellényt tudunk csinálni. Szemrevételeztél engem, és akkor rajtam milyen anyagú mellény állna jól? Hát a szemed színével mindenképpen én harmonizálóvá tenném. Túl szélesre nem venném, ha mellényt készítünk a vállát, valami testhez simuló változatot készítenék, és egy klasszikus mellényt, igen, amit tudsz esetleg később farmerhoz. Nézzük meg az anyagot, és válasszuk ki. Találtam egy
szürk és kékes anyagot, amit tudnék javasolni. Azok bélisejmek, amik majd a belsejébe kerülnek. Ez akkor félreteszem egyenlőre. Ez egy jó használható, kihasználható anyag a szín miatt, egy semleges. Hoppá, leesett egy kockás. Majd egy kockás. Ami a te testalkatot egyébként kiválóan alkalmas lenne. Egy picit talán erősít, sportos is, egy barna alapon kékkel kombinálva mai divatnak például kiválóan megfelelő színárnyalata. Aztán van itt egy kicsit idősebb korúaknak való talán, de most újból ilyen retro mintásnak is föl lehet fogni. Van egy nagyon finom kasmír anyag, ez egy 160-as kasmír, ami azt jelenti, hogy egy négyzetcentiméterbe 160 szál fut, érzed is rajta, gondolom. Igen, sejmes, finom nagyon mintású. Hány mintátok van körülbelül így? Hát ilyen 6000-re satszolom. 6000 minta, igen. Az 6000 különböző anyag? Igen. Amit most így el tudnék képzelni neked, az egy, hát nem is teljesen csíkos, egy kicsit halszálkás, és fénytörésben látszik, hogy van benne egy kis csík. Ezt el tudod még fogadni? Én ezt el tudom fogadni, abszolút. Méretet fogok rólad most venni. Igen. Ez a méretvétel, ez picit majd megmutatja azt is, hogy esetleg hol vannak testi sajátosságaid, amiket én följegyzetelek, és akkor az alapján fogjuk elvégezni a szabást. Ezeket felrakom rád, állj úgy, ahogy kényelmes, és én most körbe foglak járkálni, és ezeket be fogom jelölni, ezeket a pontokat. Itt felhajtom neked most ezt a gallért, hogy egy nyakadra be tudjon ülni rendesen ez a madzag. Meg lehet oldani ennélkül is egyébként. Tehát csak simán mindenkit így összekötözöl, aki bejön hozzád? És nem, csak aki szimpatikus. Ja, köszönöm szépen. Itt a köldököt vonalába fogom elhelyezni. Igen, ott van. Igyekszem vízszintesen, ne mozogj el, és engedd le a karod, mert... Itt és szemre... akkor innen most elkezdek mérni. Milyen magas vagy egyébként körülbelül? Én úgy tudom, hogy 195. Hát, akkor nézzük meg. Igen. Igen, az pont 195 lesz. Hány különböző méretet fogunk levenni most? Hát ez változó egyébként, mert ugye nyilván nem mindegy, hogy milyen ruhát csinálunk. De mondjuk egy mellényhez mennyi kell? Ki lehet indulni az alapméretekből, és testmagasság, melledelék, csípőbőség is az alapja már meg tudjuk csinálni, de hogyha pontosabb mérést akarunk elvégezni, akkor lehet még ezen felül még egyszer ennyit akár. Állj, ugye, hogy kényelmes, most előre mozdultál, 25, 50. Ugye itt a madzagok vonalában mondom a számokat, és itt nézzünk egy mellényhozt. A nadrágodat itt szereted hordani ebben a magasságban, ahol most van, mert ez itt a nadrág. Én úgy gondolom, hogy igen. Jó lenne eltakarni. 62, 63. Na, akkor veszek körméreteket. Leengedheted a karot, köszönöm. Ez ugye a mellvonalában található. Azt hívják mellbőségnek. 97, 86 és 100. Így már mindjárt már. Ez 25 is fél, ez 25. Tehát ez van lejjebb. Egy fél centi, igen. Tehát ez már egy ilyen testi sajátosság. Igen. Minimális korrekciót igényel, ezt próbálni egyébként. Tehát akkor ezért jó az, hogyha az emberre szabják rá az öltönyt, és nem pedig egy ilyen konfekciót vásárol magának, mert azok, gondolom, hogy azok a szimmetriák és aszimmetriák itt kijönnek. Pontosan így van. Általában amelyik kezét használja jobban az ember, az a váll kerül lejjebb. Manapság egyébként sajnos azt kell mondjam a 20 éves fiatalokon, ezt nagyon látni lehet már. Sokszor, amikor megjelennek nálam első öltönyös emberként, akkor hát ilyen erős testi eltorzulásaik vannak a számítógép használata miatt. Tehát abban így beállnak ilyen egérfogó pozícióra, igen. És az mit jelent, mondjuk 2 centi, vagy? Hát van, aki 20 évesként úgy jelentkezett, hogy 3 centi volt a vál. Neked van fél, mondjuk, ő neki volt 3, és már el volt ferdülve a gerinc, el volt tolva a csípője, vagy el volt csúszva a csípője, és erre kellett szobrászkodnunk. És arról nem beszélve, hogy emiatt ugye, hogy lejjebb van az egyik vállad, képzeld el, lejjebb csúsztatod csak az egyik válladat, mi történik.
hátrébb kerül az a karod. Tehát amelyik lejjebb van, az hátrébb van, a másik előrébb. És ugye, és akkor ha ebbe a pozícióba vagy, ugye az a karod előrébb van, a másik hátrébb, és emiatt már ugye fordul az egész gerinc. És ezzel, azt szoktam mondani, hogy olyan az egész, mint egy Rubik kocka, hogy valahol valami megmozdul, akkor az egész változik. Az egész változik, igen. De egyébként az akóigazításnál is ugyanez jellemző, mellénynél kevésbé látványos, de az akón valahol igazítanunk kell, akkor ott is át kell variálnunk az egész zakót, minden egyes szerkezetét hozzáigazítani, és akkor így áll össze a végén a kép. Választottunk már most anyagot, levettük a méreteket, amiket ide fölírtunk, igen. És akkor a következő az pedig az lesz, hogy elkezdjük kiszabni az anyagot. Ezt a szövetet most ki fogjuk szabni. Ezt még nem bízom rád, nem használok szabás mintát, rászerkeztem a szövetre, ezt a Pécsi Nemzeti Színházban Gyurász Feri bácsit mutatta meg nekem, hogy ezt hogyan kell csinálni, így gyorsabb a művelet sor, és akkor én azóta így szabok. Az anyag szélét ide teszem a normál esetben ugye egyenes asztal széléhez, és akkor mindjárt tudom búzni rá, hogyha ide fogom a derékszögű vonalzót, a derékszögeket. Most itt számokat pötyöksz a telefonodban, ez most micsoda? Én készítettem egy kis Excel táblát még régebben, hogy gyorsítsam a szabásomat, és ide egész egyszerűen beütöm a mért adataimat. Ez kiszámolja nekem azt a számsort, ami a szabásomhoz szükséges. Ezek ilyen matematikai műveletek? Igen, viszonylag egyszerű matematikai művelet, összeadás, kivonás, szorzás, osztás. És akkor látod azt, hogy én beütöttem most gyakorlatilag 4 számot, és kaptam egy ekkora számsort. Igen, egy ilyen 20-25 szám van. Itt közben megnézhetem, hogy mik azok a paraméterek, amiket kiszámoltál? Hogy vannak itt olyan, hogy ez hónaj mélység, derékhoz, csípőmélység, nyakcsúcsvonal, zakóhoz, eleje nyak, hátulja nyak, melldomb, mellszélesség, hát és akkor ezeket a számokat viszed, amik alatta vannak, ezeket viszed föl. Igen. Például, amit most fogsz megrajzolni, azt te már tudod, hogy még? Igen, ez pont a legelső szám, amit ide föl fogok húzni, de a tapasztalatom alapján nem jó az a szám, úgyhogy ezt meg kell felezni. Igen, ez már tapasztalata, 30 év tapasztalata. Említetted, hogy dolgoztál a színházban itt Pécsen. Hogy kerültél oda? Hát a Pécsi Nemzeti Színházban, amikor végeztem a szakképző intézménybe, akkor kerültem be. Akkor pont egy olyan időszaka volt a színháznak, hogy nyugdíjba mentek az ott dolgozó szabók, és akkor én voltam az első. Nagyon szerettem ott dolgozni, aztán kreativitásomat szerettem volna jobban kiélni, és akkor így önállósultam. Ez azért izgalmas, mert ugye én is rendszeresen járok színházi varrodákba, és ott általában mindig infarktus kapnak tőlem, mert hogy annyira nem vagyok konfekció méret, hogy nincs az, hogy egy vásárolt anyagot meg tudnak nekem venni, mondjuk egy kész inget, mert hát mindegyik új a kicsi, vagy nagyon bő, és ezért velem állandóan probléma van. Hát túl hosszú a karom például, ugye? Erről szól ez a szakma. Azt lemértük, az mennyi volt a karom? 75 volt, ha jól emlékszem, csak kíváncsi voltam, hogy milyen hosszú van már egy készítés, ez nem kell csak. És ennél hosszabbat mértél már? Igen, egyszer volt egy 80 centis. 80 centis, de gondolom az a srác azért volt, vagy 2-10. Igen, nagyon magas volt. Van egy kényelmi bőség, amit mi ráhagyunk itt közben a mellényre, és akkor én itt kiszámolom ennek a negyedét, mert én azzal szerkeztek, és azt mindjárt ugye átkozom ide a másik oldalra is. Itt én közben derékszögeket állítok ugye erre a keresztirányú vonalunkra, ez pedig lesz a majd a háta közepe vonal, amit itt a legelején meghúztam. Itt lesz összeállítva a mellény. Ez a kréta, amit használsz, ez egy rendes kréta, vagy ez ilyen speciális szabókréta? Ez szabókréta. Jól tudom, akkor valami mély szporból készülhet, és akkor ezzel tudunk így rajzolni, és hogyha éppen elrontottuk, vagy nem azt rajzoltuk, amit gondoltunk, akkor csak így rácsapunk, és kijön a vonalból. Az a vál, igaz? Ez itt egy vál lesz majd, ez lesz a vál. Ez itt az eleje. Az eleje. Ide húzhatsz egy így? 2 centivel szűkebbet, igen. Így, ezzel a vonallal párhuzamosan egy 2 centivel szűkebbet.
ezt elvágjuk most. Az feltűnt nekem, hogy amikor levetted a méreteimet, és felírtad a papírra, akkor a bal kezeddel írtál, de most a jobb kezeddel vágsz. Hogy... A bal kézzel abszolút nem vágtam ollóval, viszont tudok mindkét kezemmel kalapálni, fülészelni, vasalni. Tényleg? De ollót azt valahogy mindig a jobb kezembe fogtam. Hála Istennek egyébként, hogy jobbkezes vagyok, mert balkezes ollóba ilyet szerintem be sem nagyon lehet szerezni. Miben különleges ez az olló? Hát ez egy régi darab, és ez még ki lett alakítva normálisan a kézre, és azáltal nem töri föl az ember kezét, hogyha sokat dolgozik egy nap, akkor sem. És erősen meg lehet nyomni, hogy lefekteti az ember, akkor szépen fekszik az olló. Jó, az a kis talpára. Igen, szépen fekszik az olló, és akkor nagyobb erőt ki lehet rá fejteni. Van egy újabb ollóm, hát ez megközelítőleg sem olyan markolatú. Ezt kiterítem neked. Ez egy úgynevezett ragasztós vászon. Régebben Igen. Nem használtak a szabók ilyet, manapság már, hála Istennek, minden szövethez egy technikussal, amit összeraktuk, hogy melyik szövethez melyik ragasztós vászon felel meg. Mit jelent az, hogy és ragasztós vászon? Ez az egyik fele ragad, már úgy ragad, hogy hozzá préseljük egy nagy nyomású hőpréssel. Vannak rajta olyan kis apró szemcsék, biztos érzed. Ja igen, csillog egy picit. Igen, ezek ilyen apró kis műanyag szemcsék, amik hő hatására megolvadnak, meg van adva, hogy melyik anyag, ugye hány fokos hőre, milyen idővel, milyen nyomásra teszi ezt, és akkor belepréselődik ebbe ezeknek a szövetnek a szálaiba, ad egy tartást, ezáltal stabilabb lesz a szerkezete, hosszú távon jobban használható. Most össze fogjuk tapasztani ezt a két anyagot, ahogy elmeséltem. Berakjuk első rétegnek ezt a ragasztós vásznot, ami ragasztó szemcsékkel felfelé áll. Tehát akkor igen, akkor nem mindegy, hogy még oldalával rakom. Persze, hogy nem, mert az egyik fele ragad, a másik fele nem. Aha. És rátesszük a szövetet úgy, hogy a szövetnek a színoldala az belül marad, az szét nem nyitjuk, mert akkor véletlenül a színére ragasztunk, akkor sok lesz a szemetünk. Tehát akkor 5-ös nyomás, 200 fok, 20 másodperc. Igen. Itt van a kar, vagy Igen. Csak lehúzom? Húzd le. Teljesen lehúzom. Így, lassabban. És ezt? Igen, ezt pedig ráhúzzuk. Úgy. És elengedem. És elindult az idő. Elindult a számláló, igen, 15, 14. Jó, és meg kell fordítani. Így? Igen. Hú, de meleg, azt a... Persze. Jó, meg is vagyunk. Kész van. Nem? Fogyasztható, nem. Ilyenkor a kettőt mindjárt még melegen gyorsan szét tudom szedni, és nagyon gyorsan letesszük, úgyhogy lehetőleg nem nyomkodjuk meg mindenhol hideg felületre. Megkeményednek egy kicsit ezek a műanyag szemcsék a két anyag között. És akkor már szétválaszthatatlan. Igen, így van. Próbálj az anyag mentén, kék anyag mentén haladni. Gyere, elmagyarázom akkor a varrógép működését. Én apróságokat elmondok. Ez a bekapcsoló gomb, oda-visszavarrásra alkalmas. Ez egy ilyen váltó. Ha megnyomod a pedált, akkor elindul a varrógép.
És minél jobban. És ha hátul megnyomod a sarkaddal, akkor elvágja a célnát, és ki tudod alóla venni az itt lévő anyagot. Hoppá, most elvágtad a célnát. Igen, elvágtad a célnát, mert a sarkaddal rányomtál a pedálra. A pedálra. Lesz a mellény eleje majd. Még ez alá rakunk egy vásznozást is, hogy egy kicsit jobb tartása legyen. Formatartó legyen hosszú távon. Sok helyen kell igazítani? Így nem. Az első nem kell sok helyen nem. Igazítani. De különben nagyon jól érzem benne magam már most. Meg örülök, hát ez a célom. Készítetted ruhánál. Nagyon jó. Az egyik vállad, amikor lejjebb van, akkor itt megtörik a... most kirántottam a félcet. Megtörik az eleje az egy kicsit itt. Jobban. Aha. Ezen a felén, ezen jobban kifekszik. És ez az a kis félcenti, amit itt most korrigálunk majd a próba alkalmával. Igen, hogy akkor ez szépen fölfeküdjön. Ezt fölhajtom, ezt a gallérodat most. Csak azért, hogy pontosan a nyakkörre illeszkedjen ez a mellény. Itt megnézem, hogy itt egy fél centit fogunk elvarni, ott a helyén van. És itt is körbe a nyakkör vonalát bejelölöm. Jó, ezt a pici kis rogyást még itt eltüntetjük. Ide húzok egy krétavonalat, amit majd elveszünk belőle. Mikor lesz kész a mellény? Most én elvégzek rajta még egy-két beigazítási fázist, ami pár percig tart, és akkor átadjuk az egyik kollégának, ő elkészíti ezt, mi addig elmegyünk, és mutatok neked egy izgalmas részt a műhelyből, ami a jövő. Nocsak, találkozunk az informatikával. Igen. Itt van egy hatalmas nagy asztal, leterítve egy fehér anyaggal. Hol vagyunk most pontosan, és mi fog itt történni? Hát itt elkezdődött a jövőnk. Ez egy olyan szabászat, ahol digitálisan szabunk. Előre a méretek alapján a megrendelőnek az avatárját a számítógépen meg tudjuk jeleníteni, és erre az avatárra mi gyakorlatilag vizionálni tudjuk a jövőbeni ruháját. Be tudjuk mutatni neki akár előre, hogy ez hogy fog rajta állni, hogy fog kinézni. Egy technikával az asztalra varázsoljuk, és akkor ezt kiszabjuk. Ez a te avatárod már. Ez az alapján a számok alapján, amit lemértünk, az alapján került betáplálás. Ez igen. Összesen hány adatot tudtok betáplálni a számítógépen? Ennek a programnak elég annyi, hogyha megadok kettőt, akkor az alapján ő már kiszámol szinte mindent, de hogyha sokkal pontosabban szeretnék dolgozni, akkor még fölvihetek körülbelül 20-at is. Ez például itt az eleje derék hossz, amit most kijelölt. Igen. Ha ezt megváltoztatom, és nézd meg mindjárt itt a testalkatodat. Most 40. 44,76-ra írja itt. Igen. És ezt mondjuk átállítom, tudom én, 42-re, akkor ennyit változik a te testalkatod. Ilyen lesz tehát a testtartásod, igen. Megmutatom akkor ezt, hogy néz ki a valóságban. Oké. Okay. Ide vetítettük ki. Igen, körbe kell rajzolni, kivágni is. Tehát ez az ingemnek a... az ujja. Az ujja. Egy apró hibája még van a programnak, ami majd állítanom kell, hogy mindenkinek rövid ujját szab, de... igen. De ezt majd leprogramozzuk, úgyhogy rendben legyen. Hát ez igazán nagyon látványos és izgalmas, de most már egy valamire vagyok nagyon kíváncsi, az pedig az, hogy hogy fog rajtam kinézni a kész mellény. Készült a mellényünk, amit együtt készítettünk. Nagyrészt te, meg a kollégáid, de azért én is besegítettem. Egész jó lett.
Nagyon jó érzés. Örülök belebújni. A jó öreg hengerezés az utolsó lépés, ugye? Én nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy megmutattad a mesterségedet, a férfi szabó mesterséget. Egy igazán szép és kreatív hivatás a tiéd. Én köszönöm, hogy elmondhattam róla néhány dolgot. Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor egy újabb izgalmas mesterséget mutatunk meg nektek. Sziasztok!